Mesélj, légy szíves, milyen érzések kavarognak itt benned? Furcsa lehet, ugye mi itt a félidőben arra készültünk, hogy a 350. NBA-s meccsed alkalmából a játékot látva egy jó hangulatú nyilatkozatot fogsz nekünk tenni, egy büszke nyilatkozatot, hogy egy ilyen meccsen érted el. A 350-re nyilván büszke lehetsz a meccsre, már annyira nem vagytok. Mesélj, hogy hogyan élitek ezt most meg. Hát ez most egy mélyütés a csapatnak. De most kell mentálisan erősnek lenni, mert ahogy a győzelmeket nem szoktuk túl ragozni, vagy túl reagálni, a vereségeket sem szabad. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ebből tovább tudjunk lépni. Nem azt mondom, hogy könnyedén, mert nem lesz könnyű, de meg kell szenvedni ezt most, de túl kell lépni, és a következő hétre kell koncentrálni. Az nagyon fontos kiemelni, hogy együtt nyerünk, de együtt is veszítünk. Tehát, hogy ezt most nem lehet egy emberre most ezt rákenni, úgyhogy hát vegyes érzelmek vannak bennem. Nyilván, amikor két góllal vezetünk, akkor nem ilyen gondolatok járnak a fejembe, de ezért szép a futball, meg a sport, mert néha tud ilyeneket tartogatni. És egyébként mi történt szerinted? Hát... Igazából láttátok ti is, tehát hogy egy fogalmazhatnánk úgy, hogy egy egyszerű mérkőzés, egy agyonnyert mérkőzésről beszélhettünk volna, de aztán figyelmetlenségből jöttek a gólok, meg hát most átpattant ezen a buckán, ilyet azért megmondom őszintén 29 éve futballozok, de nagyon nem láttam még futballpályán. Viszont gratulálni kell a Zalaegerszegnek, mert nyertek, 3-1-ről felálltak, most kell szerénynek lennünk, és hát igazából még egyszer csak azt tudom ismételni, hogy gratulálni tudunk a Zalaegerszegnek. Ilyen körülmények között azért tudsz annak örülni, vagy büszke lenni rá, hogy elérted ezt a 350 NBA-es meccset, amivel például utolérted Puskás Ferencet? Hát igen, persze. Azért ez egy olyan szám, hogy ezért hálásnak kell lenni. Remélem, hogy még tartogat azért a foci, még sok-sok mérkőzést, de ha az ember ilyenkor átgondolja, és napvégén ezt így nyugtázza, akkor azért akkor nyilván büszke. Nem sokan érik el ezt a számot, nálunk a csapatban azért már elérte a Dani, elérte a Jani, szóval olyan társasághoz csatlakoztam én is, aki szerintem olyan nevek, hogy bárki tartozna ebbe, szívesen ebbe a csoportba. Mert ugye mindig mondjátok, hogy itt nem a bajnoki cím a cél, az mennyire fáj, hogy ugye egy vesztett pontokban a Ferencváros megelőz titeket? Hát, hogyha nyernek. Azért, hogy nekik ugye elmaradt a mérkőzésük lesz. A programuk elég feszes, szóval így viszont valamelyik hétközben is kell játszaniuk, ugye, amit bepótolnak. Nekünk nem a Ferencváros kell nézelődni, de ezt az öltözőben beszélgetjük is. Nem azt mondom, hogy biztos 100%-ig meg fogják nyerni a bajnokságot, de nyilván ők az esélyesek. Nekünk nyerni kell folyamatosan a mérkőzéseket, minél tovább ott előragadni, és akkor Fradi verje meg az összes mögöttünk lévő csapatot, akik üldöznek minket, és akkor mi megnyerjünk, úgy jók leszünk.